azért tűnt el a hajam, mert a Leukémiás Gyermekekért Alapítványnak csinálunk egy kampányfotózást, illetve egy kampányforgatást. Még előttem le van takarva a tükör, de én már iszonyúan kíváncsi vagyok. Pont nem volt bent senki, csak itt a csajok, akik maszkíroznak, és megkérdeztem tőlük, hogy megnézhetem magam, és mondták, hogy á, ne, majd tényleg a végeredményt érdemes. Úgyhogy ezért vagyunk most itt, hogy segítsünk a gyerekeken. A hajamhoz ilyen semmilyen kapcsolat fűződik, ha hosszú, hosszú, ha rövid, rövid. Tervezgettem, hogy levágom, tehát most jön majd a nyár, jön a jó idő, melegem lesz tőle, de pont szerintem a csajok azt hiszik, hogy viccelek, de egyébként komolyan mondtam, hogy ha úgy van, nullás géppel simán letolhatjuk. Ugyanis van egy énekesnő, csak külföldön, a Jessie G, aki szintén a jó ügy érdekében letolatta a haját. És úgy voltam vele, hogy ha esetleg a jó ügy érdekében megkérnének, gondolkodás nélkül letolnám a hajamat én is nullás géppel. Hát ez most nem történt meg, de a helyzet még továbbra is fennáll. Hát be vagyok rosálva, hogy fogok kinézni, vagy mi lesz itt. Nagyon kíváncsi vagyok. Mindig megrázó, és mindig az ember kicsit elgondolkodik, hogy de jó, hogy hála jó Istennek neki semmi problémája. Egy gyereknek a sorsa, az, hogy vele miért történnek ilyen dolgok, ez mindig valahol annyira megrázó, hogy mindig azt gondolja az ember, hogy édes Istenem, vagy velem, vagy majd egyszer a saját gyerekemmel ilyen soha ne történjen meg. Hogy egy ilyen esetre soha nem lehet felkészülni. És hát nyilván igyekezni kell minél hamarabb túllendülni ezen. El kell fogadni, hogy vele ez van, vele ez történt, és bízni kell abban, hogy minél hamarabb meg fog gyógyulni. Ennyi. Nem akarok erről tovább beszélni, mert elbőgöm magam.